a címmel, amivel működtek. Kettő. De az összes itt van, megye is eléd túl. Kell folytanom a szót, Misi, mert vége az első résznek, de te leszel, aki folytatja, jó? Úgyhogy köszönöm szépen a nézőknek, itt van vége a sorskérdések első részének, rövid reklám, és utána mindenki maradjon velünk, mert folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszöntöm a sorskérdések második részének nézőit, sok szeretettel Csurka István elnök urat, írót, Takaró Mihályt, írót, irodalomtörténészt, és Szőt Zoltán urat, újságírót, aki a Szabó Dezső Társaságnak a fő titkára. Arról beszélgettünk az első részben, hogy mit jelent történetiségében az, hogyha valakit Magyarországon megbélyegeznek különböző jelzőkkel, és Csurka Istvánnak volt egy nagyon karizmatikus mondata, megkérdeztem, hogy mi számít a legfőbb megbélyegzésnek ma Magyarországon, miről azt válaszolta, hogy az, ha valaki magyar. Folytassuk, ugye nem csak élő embereket, nem csak politikusokat, nem csak egy nemzetet lehet megbélyegezni, hanem meg lehet bélyegezni a múltat is, illetve a múltból írókat és költőket. Én azt gondolom, hogy két olyan személyiséggel tudunk ma foglalkozni, akit megbélyegeztek, Vas Albertnek kiváló kutatója Takaró Mihály, és Szabó Dezsőt pedig ön kutatja, olvasott tőle. Mi a helyzet Szabó Dezsővel? Ugye Szabó Dezső esetében azt kell mondanom, hogy az ő életét nézve valóban sorskérdés a megbélyegzés. Szóval van, aki bélyeget gyűjt, másik gyufacímkét, Szabó Dezső a rajta levő bélyegek sokaságából legtöbbet fel tud mutatni. Szinte már komikus, ugyanis a megbélyegzés, mint politikai eszköz, mint kirekesztési módszer, az már tulajdonképpen az osztrák-magyar monarchiában kimutatható. Azért Szabó Dezsőről a nézők nem tudják, ő Kolozsvárot született az 1870-es években, és 1945-ben az ostrom alatt halt meg, szegényt egy konyhakerencbe temették el, ugye a Blaha Lujza téren, noha ő a Gellért hegyen szeretett volna nyugodni. Rákóczi téren temették. És a legfőbb jelzők, amelyeket használnak Szabó Dezsővel szemben, az az antiszemitizmus, ugye? Na éppen erre szeretnék kitérni, szóval ő tanárként indult, és több helyen tanított, igen. Egész Nagy Magyarországon, és szinte komikus, hogy majd minden tanári állomás helyén kapott egy jelzőt, egy bélyeget, amit aztán vagy levettek róla később, vagy megmaradt, ugye. Kezdetek kezdetén 1906-ban Székesfehérváron, ami ugye katolikus püspök is székely, prohászkor régen az volt, ott azonnal megkapta vallásgyalázó címkét, amit nagyon hosszú ideig hordozott magán. Aztán átkerült Nagyvárra, amely már akkor is, illetve elsősorban akkor egy meglehetősen jól kifejlett zsidó szubkultúrájú város volt. Na, hát azért Ady Endre is ott élt és alkotott. És Réda is mondjuk, és Emő Tamás is, még nagyon sokan. Tehát az volt azért. Tehát most nézze, hát én nem mondtam rosszat, hát egy nagy zsidó fészek volt Nagyvárad, ezért én semmit nem sértettem meg, ezek tények. Hát én meg egy szép magyar városnak gondolom. Igen. Tehát Nagyváron azonnal antiszemitává minősítették Szabó Dezsőt. Aztán átkerült Ungvárra, de akkor már... Jó, én most nem menjünk végig Szabó Dezső életpályáján, mert csak jelzési értékkel szeretném. Tehát ez most nem egy irodalmi műsor, hogy most taglaljuk, hogy Horthy rendszerben milyen jelző volt. Pedig érdekes. Bizonyára érdekes, csak ez nem irodalmi műsor. Tehát többiektől is kérdezem, hogy Szabó Dezsőben mi volt az, ami valóban a Zoltán helyesen mondta, hogy végig kísérik őt ezek a megbélyegző jelzők. Ha szólhatok Szabó Dezsőről egy mondatot, igen. És nem akarom természetesen Szőt Zoltántól elvenni, hiszen ő a szakértője Szabó Dezsőnek ebben a műsorban. Szabó Dezsőre mindvégig volt egyetlen fogalom, ami minden korszakában igaz volt rá, ez pedig a radikális ragaszkodás az igazság kimondásához. Uh-huh. Szabó Dezsőnek voltak korszakai természetesen. Olyan korszakok is, amelyek egyáltalán nem mondhatók jobboldalinak, hát ha még nem szélső jobboldalinak, a párizsi éveiről és mindenről lehetne beszélni. De, hát nem nagyon német ellenes is volt. Szabó Dezső azonban egy dologhoz mindig ragaszkodott.
politikai kurzusoktól függetlenül a radikális igazmondáshoz. A radikalizmus szóról talán annyit érdemes megjegyezni, hogy ma ez egy szitok szó. Ma a szélsőségességet és a radikalizmust közé egyenlőségre tenni tesznek, pedig ez a szó annyit jelent, hogy gyökeresen. A radix latin szóból származik. Uh-huh. Gyökeresen. Akik tehát valamit gyökeresen akarnak változtatni, azok voltak radikális. Nagyon kevesen tudják, hogy Ady Endre 1905-ben a Magyar Radikális Párt tagja volt, és ebben az évben mondja az egyik újságcikkében, hogy opportunus barátaimnak pedig azt üzenem, hogy kis nemzetnek még lélegzetet venni is csak radikálisan szabad. Igen. Ez nyilvánvalóan egy nyugatos Adinál, aki aztán később egy más szellemi mozgalomhoz csatlakozott, nemhogy megbocsátható, de nyilván dicséret. Gondoljuk ugyanezt mondjuk Szabó Dezső szájából. Uh-huh. Igen, hát, igen, azért én ehhez annyit teszek hozzá helyettük, vagy mellettük, utánuk, hogy Szabó Dezső zseni volt. És ez, amit eddig elhangzott, mindig az tulajdonképpen a magyar kultúrának végzetes hiánya, hogy nem ragaszkodik ennek a zseninek a tanításaihoz, hogy nem ez van az iskolákban, az egyetemeken elsősorban tanítva, illetve felemelve és közölve az egymást váltó azóta következő nemzedékeken. Erről van szó. Ehhez fogható másik ilyen hiánya az irodalomtörténetnek, de tulajdonképpen a nemzeti öntudatnak, hogy ugyanez a sorsa más módon, másféleképpen Németh Lászlónak. A 20. századnak ez a két zsenie az, aki az irodalomban és a közéletben, a gondolkodásban, filozófiában és irodalomban a legnagyobbat alkotta, és tulajdonképpen ez a kettő hiányzik. Én választottam Szabó Dezsőtől egy idézetet, ami azért tetszett meg, mert akár ma is igaz lehet. Szeretném, hogyha közösen megnéznék, és aztán beszélnénk róla, jó? És idegen kalandorok autóztak, házat vettek, földet vásároltak, drága régiségeket, kincseket gyűjtöttek, mert minden eladóvá lett, amit magyar munka, magyar vér, magyar verejték teremtett. Ugye Szabó Dezső, 1918, és akár ma is igaz lehetne. Igaz is, nem lehetne, igaz is, ez történik ma is természetesen, csak már fogytán van a megszerezhető vagyon, és ennek következtében a megszerzők annál hevesebbek. És aki ezt ma leírja, azonnal megkapja, hogy szélsőség. Igen. Ugye, meg euroszkeptikus, meg a világon mindent. Szabó Dezső leírtam 80 évvel ezelőtt, hát ő már 80 évvel ezelőtt megkapta ugyanezt a jelzőt, hogy szélsőség. Tehát alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy azok, akik a hazudozásra és a manipulálásra építik a hatalmukat, mint a mai kormány, vagy nagyon sok másik korábbi kormány, azok számára elviselhetetlen szélsőség, ha valaki kimondja az igazat. Igen. Tulajdonképpen számukra igazság válik szélsőségé, mert egy hazugságrendszer, tudja, ez olyan, mint amikor bekiabál a gyerek, hogy de hiszen a király meztelen. Ugye? Mert voltak éppen végig megy a király a nélkül a tömeg előtt, és mindenki dicséri a ruháját, hogy milyen gyönyörű ruhája van. És akkor egy kisgyerek a mesébe azt mondja, de hisz a király mesztelen. Na ez hiányzik a magyar társadalomban. Az ilyen bekiabálások, hogy a király mesztelen, hát nehogy már bebeszéljék nekem, hogy szép ruhája van, mikor nincs rajta ruha. Szabó Dezső ilyen bekiabáló alkat volt egész életében. Igen. Magyarországon az az igazság, hogy az igazság kirekesztése folyik. Tehát amikor kirekesztésről beszélünk, akkor eljutottunk egy nagyon fontos fogalomig, az igazság fogalmáig. Azok az írók és költők a magyar irodalomban gyakorlatilag az első világháború után, 1920 utáni időszaktól kezdve, akik megírták az igazságot erről a korszakról például, azok 1948 után a proletár internacionalizmus és a népek egymási testvéri, egymás mellett élésen jegyében kigyomláltattak a magyar irodalomból. Ezt nem lehet Szabó Dezsőt tanítani, ezért nem tanítjuk Herceg Ferencet, aki 1925-ben irodalmi Nobel
külföldi várományos volt az Életkapuja című regényért. Igen. Ezért tanítjuk Tormai Cecilt, sőt Citokszó egyesek számára szélsőségesnek és fasisztának, antiszemitának, irredentának mondott hölgy, aki 1935-ben az összes magyar író közül a legközelebb jutott az irodalmi Nobel-díjhoz, hiszen őt beválasztották a szűk ötösbe, sőt már a döntés megszületett, hogy a norvég írónővel együtt kapja megosztva a Nobel-díjat, két héttel azelőtt meghalt. Tormai Cecilt, ezt a nagy magyar írónőt egyszerűen le sem lehet írni a magyar tankönyvekbe. És ugyanez a sorsa Vas Albertnek is, aki azt mondja, hogy ismertessétek az igazságot, és az igazság szabadokká tészen titeket. Ez volt élet, ezért mondata, ehhez ragaszkodott mindvégig. Aki tehát a valódi nemzeti sorskérdésekhez nemzeti patrióta szemmel közelítettek, abban a pillanatban 48 után kirekesztettek a magyar irodalomból. Vagy marginalizálták őket, vagy tökéletesen kirekesztették. És az olyamat 1990-ben nem fordult a visszájára, hanem mind a mai napig permanensen tart. Uh-huh. Ugye mondhatok van, hogy 1945-ben felállítják az index listát, tehát a tiltott listák könyvjegyzékét, erre rákerül Herceg Ferenc, Szabó Dezső és Tormai Cecil, Vas Albert és mindenki gyakorlatilag, aki nemzeti sorskérdésekkel foglalkozik. Igen, szerencsé, László nem, de talán ő sincs a helyén. Agyon hallgatták Németh Lászlót 48 után. Németh László bujkált, menekült. Hát ugye koronál